Sziasztok, Ócsúlyi Gyandi vagyok. Sziasztok, Bogyó Andris vagyok. És most a 23. fejezetben vagyunk. Így van. Pici izgalmas a helyzet. A 40 ember akar megölni Pált. Így van. Pál ez... oda kerül a nagy tanács elé. Nagyon izgalmas, mielőtt még itt összeszövetkeznek. Nagyon izgalmas, hogy jól összeugrasztja a farizeusokat és a szadduceusokat. Tehát hihetetlen bölcs ez az ember, és úgy összeugrasztja őket, elkezdenek vitatkozni, hogy Pált ki kell onnan menekíteni, mert attól félnek, hogy szétszedik őt. És aztán cselszövést terveznek ellene, meg akarják ölni. Sőt, annyira, hogy itt ilyen éhségsztrájkot kezdenek, hogy esküvel kötelezik magukat, hogy nem vesznek magukhoz semmit addig, amíg Pált nem ölik, tehát eléggé elszántak. Igen, és az csak olvasok azt a vers, amiről beszélt most a 6. vers, mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szaduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Ez tényleg okos. Tényleg okos. És az is érdekes, hogy a 9. vers azt mondja, hogy abszolút ártatlan. Semmit rosszat sem találunk ebben az emberben, hát a lélek szólt hozzá, vagy angyal, lehet, hogy ez a damaszkai úton történt azt, arról szól. És később a Félix-el, vagy a Claudius, ő is azt mondta, 29. versben. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált, vagy fogságot érdemlő vád. Érdekes, hogy Pál átatlan, de nem könnyű a helyzet. Így van. Így van. És nagyon érdekes, hogy mekkora hadsereggel viszik el Pál Cézáreába. Milyen védelmet? Ez kap? Egy háború, nem? Hát igen, 470 katonával. Az a fele, ami ott volt Jeruzsálemben, azt mondta valaki. Uh-huh. Akkor minden második katona most. Így van, Pálra vigyáz. És az érdekes, nem, hogy előtte az Isten azt mondta, 11. vers, következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonságot tettél, az én ügyem mellett Jeruzsálemben úgy kell Rómában is bizonságot tenned. Uh-huh. Akkor kapott az ígéret Istentől, igen, hogy oda kell mennem. Igen. És oda is fogok. De nem azt jelenti, hogy jó, akkor nem baj, hogy 40 ember akar megölni engem, hanem... Így van, de nem az történik, hogy mindenki hátradől és várja, hogy majd az Isten cselekszik, hanem tisztában vannak azzal, hogy az Isten rajtuk keresztül cselekszik, és így tulajdonképpen ez az unoka öcs informálja. Igen. Ilyen működik az Úr. Így van. Tehát, hogy nekünk, ez egy olyan üzenet, hogy nekünk, ami a mi részünk abban a helyzetben, azt mindenképpen meg kell tenni, mert rajtunk keresztül működik az Isten, és így kapja meg az információt a római vezetés, és így tudnak lépni, és ugye így jó pozícióba kerül a helytartó, és azt mondja, hogy na hát én megvédtem ezt a római polgárt, mert ezek a zsidók itt összevesztek rajta, és meg akarták ölni. Úgyhogy igen. Nagyon jó pontot szerzett a császárban ezzel. Abszolút tanulságos a fejezet. És az is érdekes az a kis 16. vers, az, hogy amit már mondtad egy kicsit, hogy meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia. Pálnak volt egy nővér. Vagy egy nőtestvér. Kiderült. Azt a feleség nem volt, nincs. Mm-hmm. Azt hiszük, de mondta a másik levélben, de egy testvére volt, nőtestvére. És akkor holnap fogunk hallani, hogy mi történt, hogy a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Folytatjuk, sziasztok!